kafetériával kapcsolatban több alkalommal beszélgettünk a munkáltatói juttatásokról Király Ágnessel, a Top Kafetéria okleveles adószakértőjével. Szó volt az adómentesen adható albérlet támogatásról és a lakásszerzési vagy lakáshitel támogatásról is. Ma arról beszélgettünk, hogy milyen területeken segíti még az adórendszer a munkáltatói juttatásokon keresztül a családokat. Kezdjét csokkolom, köszönjük szépen, hogy újra itt van. Na hát milyen területeken segít még hasonlóképpen a kafetéria? Hát a kisgyermekes családoknak komoly segítséget jelent az, hogy az utóbbi időben a bölcsöde mellett már az óvodai ellátást is tudja adómentesen támogatni a munkáltató. Ez időnként elég tetemes költséget jelent ugye a családoknál, ez akár magánbölcsöde, magánóvoda is lehet, aminek a térítését tudja adómentesen támogatni a munkáltató. Ez gyakorlatilag annyit jelent csupán, hogy a munkavállalónak az óvodától, bölcsödétől, tehát az intézménytől a munkáltató nevére szóló számlát kell kérnie, és ezt benyújtja a munkáltatóhoz, és ez gyakorlatilag egy az egyben ki tudja fizetni a munkáltató adómentes pénzből. Tehát amit eddig ugye a fizetéséből, egy adózott pénzből fizetett a szülő, azt adómentes pénzből tudja ezután kifizetni. Bölcsöde esetében ez már egy régebbi lehetőség, az óvodásoknál egy viszonylag újabb keletű. Az iskolás gyerekeknek is adható támogatás ugye a szülőkön keresztül, de ez már egy adóköteles juttatás, ez ma, és ráadásul a magasabb adókategóriában, 43,66%-os kategóriába tartozik. De most már nagyon sok mindenkinek, vagy most a mai napokban nagyon sok mindenkinek problémát jelent az is, hogy hogyan jusson el a munkába. Erre milyen megoldások léteznek? Hát a munkába járást tulajdonképpen szabályozza jogszabály, hogy milyen esetben köteles téríteni a munkáltató. Tehát abban az esetben, hogyha a munkavállaló más településről, tehát közigazgatási határon kívülről jár be a munkahelyére, akkor a tömegközlekedéssel történő közlekedésnek a 86%-át, ennek az értékének a 86%-át köteles téríteni a munkáltató, erre jogszabály van. Viszont az adórendszer lehetővé teszi azt is, hogy a 100%-ot térítse adómentesen. Hát ezt érdemes kihasználni, hogy abban az esetben is, hogyha a munkáltató alaphelyzetben csak a 86%-ot téríti, de például a kafetéria rendszerben lehetővé teszi azt, hogy ezt a különbözeti 14%-ot is kérje a munkavállaló, akkor ezzel érdemes élni, mert így a teljes összeget megkaphatja adómentesen. A kisgyermekeseknek itt is van még plusz támogatásra lehetősége, ugyanis a gépkocsival járást ebben az esetben is támogathatja a munkáltató adómentesen, hogyha 10 év alatti gyermekről van szó, sőt, hogyha a településen belül közlekedésről van szó, és kisgyermekes az illető, akkor az is támogatható adómentesen, tehát elég széles körül ez a lehetőség is. Nyilván létezik kedvező lehetőség az egészségügyi ellátás támogatására is a tekintetben? Természetesen, ez is már több éve fennálló lehetőség, hogy akár egészségbiztosításon keresztül adjon a munkáltató ilyen támogatást. Ez esetben ez adómentes lehetőség. Van lehetőség ugye egészségpénztári tagdíj hozzájárulásra, ez már egy magasabb adó kategóriába tartozik, és fontos, hogy ezeken a lehetőségeken keresztül szintén nem csak a munkavállalót, hanem a munkavállalónak a családját is tudja támogatni a munkáltató. Nagyon sok információ van ezzel kapcsolatban, és ezekkel a dolgokkal kapcsolatban hol tudnak informálódni, vagy rendezni a gondolataikat az emberek? Adok egy tippet, hogy például egy könyvet. Többek között köszönöm. Sokszor okoz az nehézséget, hogy nincs egy egységes, egy helyen megtalálható szabályozás. Ez sokszor még a szakmabeliek számára is kérdés, hogy mit hol találnak meg. Hát a legalapvetőbb szabályokat azt az SZIA törvény tartalmazza, de nagyon sok kiegészítő szabály van. Többek között ugye az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvény, ami szintén az adózását befolyásolja ezeknek a juttatásoknak. Illetve nagyon sok kapcsolódó jogszabály, például a munkába járáshoz van külön kormányrendelet, a különböző juttatásokhoz, önkéntes pénztárhoz van külön törvény, szépkártyához van külön rendelet, tehát nagyon sok helyről kell ezeket összeszedni, úgyhogy néha ez az egy kicsit problémát okoz. Minden esetre mi ma itt okosabbak lettük. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt volt velünk.